Nagy fenyőfa tövében van egy kő maradvány, egy fejfa kő emlékkő maradvány, Bilszky Jánosnak, az ősegárdi gyülekezet alapítójának a fej sírköve, maradvány, sírkő maradványa. Igen. Hát akkor oda mehetünk megnézni ezt. Igen. Tessék. Tehénnek való széna itten. Azt hiszem, ha nem tévedek, ez az a fenyőfa. Igen. Most ezt nem veszed föl, amit most mondok. Nem. Jaj, itt felhettem ezt a kérdést. Nem, hát nem kell. Nem kell, csak majd amit mondok, mert magam... Áh, itt van a kő. Itt van a kőni. Honnan menjünk? Lehajolsz? Persze nem tudsz lehajolni. De. Még lehet olvasni is valamit. Nem tudod letenni? De, majd igen. Tedd le. Tehát azt el lehet mondani, hogy... Tehát Bilszky János, aki a ősegárdi gyülekezetet megszervezte, és aki először a községi pajtában tartotta az istentiszteleteket, annak a sírköve, sírkő maradványa van itten, a nagy fenyőfa alatt. Még kibetűzheted, azt hiszem, a legfontosabbakat. Leteszed azt. Uh-huh. Így nem tudod, csak ha leteszed. Uh-huh. Valami leesett. Uh-huh. Lehet betűzni valamit? Hát nem nagyon. Már nem nagyon látszik a kövön semmi. Aha. Tehát ez Bilszky János sírkövének a maradványa. Maradványa, igen. Most a Bilszky, mint az első lelkész. Igen. Na már az új alakulás után. Nem? Na várjál csak. Igen. Igen, ami a elvették a templomot, ugye? Igen. És akkor újjá 67 évig nem volt lelkész, ugye? És amikor újjá alakult, először a pajtába tartották a községi pajtában az istentiszteteket, és azután, hát másik... Igen, a József. Na várjál, csak most azért nem, ez megint más, mert második József... A türelmi rendelet. Igen, igen, az 1786-ban volt, ez viszont amikor elvették a... Üldözték az egyházat, igen. Ellenreformáció. A Váci püspök, Altán Frigyes, az vette el a templomot az agárdiaktól, és akkor 67 évig nem volt templomuk. És azután, amikor újjá megint felépítették a templomot, akkor azután, hát, Bilszky János volt az első lelkészük. Most az a templom, amiről Béla bácsi is írta a verset, amit elvettek, az itt állt? Itt a magaslaton, itt a temető közepén állt. Igen. Igen. Még tetszik emlékezni arra a verse, Béla bácsi? Hogyne. Megy könyv nélkül, megy kívülről az a vers? Hát... Igen, ezek a lelkész szírok itt, igen? Sötét őszi nap van, köd borul a tájra, katonák érkeznek egy reggel a gátra. A vezetőjük pap, reverenda rajta, széles karimágú fején a kalapja, így kezdődik. Igen. Igen. Na, itt a, lemegyünk majd a lelkész sírokhoz, és itt fogunk egy kicsit beszélgetni, és a Béla bácsinak eszébe jut ez a vers, mert ez egy szenzáció, történelmi emlékekkel bíró hát, valami. Egyébként a nálad megvan a költeményes kötetemet, abban benne. Abban megvan. Hogy jól lenne, hogyha Béla bácsi te mondaná. Fejből az egészet nem tudom. Hát én nem szavaltam ezt soha. Legfeljebb felolvastam, ha olvastam. Mi mások szavalták mindig. Ki? Mások. Mindig mások. Hát gyerekeim is. Lányom is szavalta. Igen. Jó, hát. Na kérlek szépen, hát itt van Gál Mihálynak a síremléke, sírja. Lát, ez egy gyönyörű dolog, ezt érdemes volna valahol
elhelyezni, mert így el fog pusztulni. Itt, mi ezt idővel parkosítani szeretnénk, tudtad? Az egész temetőt. Tudsz te erről valamit? Nem tudsz? Nem. Hogy mi ez? Hát kérlek szépen, ez Gál Mihálynak a sírja. Gál Mihály az Fabó András után 74-től 900, mindjárt csak 74-ig volt Fabó András, 35-től 74-ig, most 74-től 912-ig volt Gál Mihály lelkész. Na most ez ő neki a sírja itten. Illetve a fiának, Gábornak. Nem. Ez ő sírja. Igen. Na most ez az emlék, hát a fia is benne, itt van ebben a sírban, ez az emlék, ez a gyönyörű női alkot, ez egy művészi dolog. Nézd meg azokat az ujjakat és azt a hajat, a többi. Tüdőbajt kapott, segédlelkésze volt neki a saját fia, és ez a menyasszonya, tüdőbajt kapott a fiatal Gál, és meghalt, és siratja a menyasszonya. Igen. Szóval Béla bácsi idejében már itt volt ez az emlék. Ez itt volt, igen. Én mondom, ez kár volna hagyni, telporladni, vagy tönkre menni, ezt érdemes volna elhelyezni valahol, olyan művészi alkotás, kérlek. Nézd meg, milyen tökéletes. Mint ha élne, ugye? Igen. Mint ha élne. Őneki a Gál Mihálynak van. Egyébként ott van, Gál Gábor. Ott van. Igen. Gál Mihálynak a éneke van. Van ének, énekfordítása, azt hiszem több is van a énekes könyvben. Béla bácsi, most oda látunk a fenyőfa felé, igen, ahol állt az a templom. Igen. Ez egy kicsit a versből tetszene mondani nekünk? Igen. A Szagárdiak temploma az a, igen, címe. Úgy kezdődik, hogy sötét őszi nap van, köd borul a tájra, katonák érkeznek egy reggel a gárdra. A vezetőjük pap, reverenda rajta, széles karimájú fején a kalapja. Falu szerte a hír villámgyorsan, itt vannak, templomunk elrabolják nyomban. Összegyűl a népség, asszonyok zokognak, a kis templom körül mind felsorakoznak. Na, ez a Gál Mihály sírja. Ja, ez a Gál Mihály sírja, ott pedig a Gál Gáboré, úgy van. Igen, szóval egymás mellett van apa, egy, fia. Igen, apa, fia, igen. Tehát a Gál Gábor segédlelkésze volt. Segédlelkésze volt Gál Mihálynak, igen. Uh-huh. Ez pedig a Horeszki Aladár sírja, benne van a feleségének, Stromp Irénnek a hamvai is benne vannak, bele vannak építve. Horeszki Aladár 1912-től 32-ig. Tehát a Horeszki Aladár ezek szerint Béla bácsinak féltestvére volt? Féltestvére, igen, igen. Apáról egyek és vagyunk. És hogy került ide Béla bácsi? Hogy ő betegeskedett? Hogy mondta? Ő beteges volt, időbajban szenvedett, és hát nem volt lelkész, és elhívtak segíteni. Én Tiszaföldvárról jöttem, mint segédlelkész ide, és a gyülekezet aztán egyhangulag megválasztott. Utána meghalt júniusban, azt hiszem, és utána rögtön egyhangulag. De hát még olyan egyhangúságot nem hallottam, de mindaz volt az iskolában. Tudik, Mihalovics, esperes, Mihály Fernőnek az apja, a legendi lelkész ott már Bélát akarta ide, mert az jól tudott, már Tóthot tudod, én pedig hát nem tudtam, és az erős pánszláv érzelmű ember volt, a Mihalovics, és ott már akarta ide. És hát a Laszkári Gyulával, a felügyelővel együtt vezették a gyűlést, Purgli is ott volt, a mi felügyelünk, a mi községi felügyelünk, Keszegi földbirtokos. Ő már a bátyám mellett is felügyelője volt az egyháznak, és ő mellettem állt, és engem pártolt. És hát ottan felmerült a kérdés, hogy hát ki legyen a utód, kit javasolnak, és akkor Mihalovics emlegette Ottmár Bélát, és akkor Pulgi felállt, és azt mondotta, katedrán voltak mind a hárman fönt, én lent ültem a széken, szembe a gyülekezettel, férfiakkal tele volt az iskola, azt mondja Pulgi, hogy én azt mondja, javasolom, hogy válasszuk meg a volt lelkésznek az testvéröcsét, az itt levő Horeszki Bélát lelkészünk. Erre te még olyan egyhangúság, abban a pillanatban, mint egy varázsütésre, ilyen egy óriás érjen kiáltás volt. Úgyhogy Mihalovics nem tud tovább, egy szó se szólni. Olyan erővel tört ki a
Az, csak egy ilyen szó volt, igen. Meg is volt a választás. Mennyi idő telt el Horecki Aladár és Béla bácsi szolgálata között, a választás között? Semmi, mert én itt voltam, itt voltam haláláig. Ki temette Horecki Aladárt? Hát kérlek szépen, furcsa volt egy kicsit, mert én megkértem a két bodonyi lelkészt, mindjárt csak milyen Géza volt, az hirtelennyibe. Géza, milyen Géza, na. Csővári. Csővári Géza. Csővári Géza, bodonyi, két bodonyi lelkész kértem föl, és az se nem válaszolt, se nem vállalta. És itt volt a egyházmegye lelkészi kara, esperes, alesperes, kardos alesperes, Mihalovics esperes, és nem volt temető lelkész. Hát aztán kénytelenek voltak. Mihalovics egy tótnyelvű beszédet tartott, és kardosnak, az alesperesnek kellett magyarul beszélni. Hát aztán kihozott valamit magából a visagárdi hásvákról, meg nem tudom mikről beszélt. Hát szóval azt mondta neki Mihalovics, hogy hát azt mondja, hogy is hívták, kardos, Gyula, nem irigyellek, azt mondta neki. Rögtönözni kellett. Ez a lelkészek nagy gyüleket előtt nem volt temetőpap. Nem volt temetőpap. De, hát annyiból volt, hogy Mihalovics tótul beszélt, de a régi cseh nyelven, a stará cseszkár, ezt tudod, hogy van szlovák nyelv, és van ez a Zanosszius nyelv, ez a régi cseh nyelv. Ő ezen a régi cseh nyelven prédikált, amit nem ért a nép egyáltalában. Úgyhogy, hát... Tehát ez ott Horecki Aladár. Na most mit tudunk még, itt Fabó Andrásnak a sírja felé közeledjünk, csak most menjünk egy kicsit. Igen, arrébb. Igen, oda megyünk. Tehát ez itt Horecki Aladár sírja. Igen, Horecki Aladár sírja. Ez pedig az apósom itten, Macsuga József és a felesége. Ezt a két fát ültették ide, és ezt szétfeszítette itt a sírt, tulajdonképpen a tartó a cement. Igen, oszlopokat, igen, szétfeszítette. Na, eminnen jobban. Dobisz János, az ki volt? Dobisz? Igen. Hát ez valami tanító lehetett, ezt nem ismertem. Én? Várjás? Fabo András sírja, kérlek szépen, ott van az. Igen. Ez itt Niederland hősegárdi tanító sokáig. A Dobisz Mihály ezek szerint. Azt nem ismertem én. Ezt nem ismertem, legfőbb a sírját. Ez az? Zsiak András. Zsiak, hát ez egy ősegárdi polgár volt. Csinálták neki ezt, és megmaradt a köve. Igen. Erre. És itt van Fabó. Ez Fabó András, itt fent. Jó. Epehupás, nagyon ez a terület. Igen. A Fabó András kicsit emlékezik. Hát kérlek szépen, Fabó András országos hírű történetíró volt, szerkesztett is egy ilyen történelmi lapot, folyóiratot, és hát el kell olvasni, el lehet olvasni. Fabó András. Agárdi. Evangélikus lelkész. Evangélikus lelkész. A Magyar Akadémia és Történelem Társulat tagja. Történelmi Társulat tagja, született Losoncon 1810-ben, meghalt Agárdon 1874-ben, megjegyzem, hogy izé volt akkor kolera. És ő arról volt híres, hogy ő történet búvár volt, és neki volt egy olyan szere, amelyik a kolera ellen, hát orvosságú szolgált. A mai orvosok szerint ilyen nincs. De hát valószínűleg hát elterjedt a nép között, hogy az ő orvosságától gyógyult meg valaki. Mint jó tevőjüket. Agárd és vidéke. Gyászolják, mint jótevőket, Agárd és vidéket. Ez volt a kolera járványban, ilyen jártak hozzá ezért a csodaszerért, ami neki volt. Igen, mint tudost, a Magyar Akadémia, és mint történetírót a haza, és mint legjobb barátját Székács József. Igen. Szólt ki volt Székács József. Püspök. Püspök és a budapesti gyülekezetnek a tagja. Híres tagja, Mária Dorottya idejében. Igen. Igen. Szóval Fabó András, mint híres ősegárdi.
Igen. Lelkész, itt igen. Felisítéson eltűnt. Igen, hát az egyház történelemben ő nevet vívott ki magának. Szóval a sírkövük ezeknek van itt meg, a Gál Mihálynak, Fabó Andrásnak és... Horecki Ladárnak. Fabó András az első, Fabó Andrásnak, Gál Mihálynak és Horecki Ladárnak. Igen. Tehát a szabadságharc alatt Fabó András volt itt. Igen. Élt még a század elején itt a szabadságharc emléke? Nem tudom, de mindig nagyon jó hazafiak voltak ezek a gárdiak. Úgyhogy ezek a lelkészek, ezek mind beszélték ugyan a tót nyelvet, a szlovák nyelvet, illetve a régi tót nyelvet, de nagyon hazafias nép volt mindig. Úgyhogy. Hát igen, azt Harmati Béla ültette a gyülekezet segítségével, és körül is sövénnyel körülvettük a temetőt annak idején, teljesen körülvettük, és ez ki is nőtt, de hát lassanként aztán elenyészett, úgyhogy sokáig jó jövedelmet hozott az alma, és permeteztem is sokáig. Béla bácsi idejében még itt volt a temetés? Itt volt a temetés, ott azon a tájon. Feltételezésem, hogy ahol a sírkő van, Bilszky Jánosnak a sírköve, ott lehetett annak mögötte a templom. Hogy azt a templom mellé, vagy a templom elé tették azt. Tehát a sírkövet. Ott van az a fenyőfa, és igen? A fenyőfától akkor a dom jobbra lett volna még? Igen, valószínű, hogy ott volt, igen. Igen, szóval ott volt. Azon a tájon. Értem. Lerombolták, szétszették. Ne tudjanak templomba menni, és az a gárdiak inkább bánkra. Ja, beosztották őket Nézére, Keszegre, illetve Nézsára, aztán meg Nétincsre, hogy oda tartoznak, plébániához. És az a gárdiak elmentek bánkra, 11 kilométer, nem 6 kilométerre, meg 7 kilométerre, hanem 11 kilométerre bánkra, ott szabadon lehetett templomba járni, még bánkon. Szügybe is jártak? Tessék? Szügybe is jártak ős a gárdiak? Szügybe nem. Bánk, az volt a legközelebb. Ott voltak a istentiszteletek. És a bánki lelkész aztán jött ide, ő tartott istentiszteleteket a Szérűbe, a Sigi pajtában, amikor nem volt templomuk. 32-től 63-ig voltam én lelkész, a gesztenyefák már megvoltak, és a lehullott gesztenyét, hát nem tudták sokan, hogy mit csináljanak vele, ez ott rothadt el. Mi aztán összeszedtük, és két kályhát beállítottunk a templomba, és a ablakon keresztül kivezető csövet helyeztünk el, füstkivezető csövet, és ezzel fűtöttünk, de megszárítottuk előzőleg nyáron a padláson. A lelkészlap padlásán megszárítottuk, és ezzel kitűnően fűtöttünk, úgy fűtött, mint a kox. És milyen idősek lehetnek ezek a fák, Béla bácsi? Azt nem tudom. Ezek Gál Mihály idejéből valók, ő tette őket. Gál Mihály, az pedig 74-től, 1874-től 1912-ig volt ős a gárdi lelkész. Gál Mihály leírja az ősegárdi egyházról, közéletéről, hogy sokat kellett küzdenie neki bizonyos, hát alantas gondolkozású elemekkel, részeges emberekkel, mert abban az időben még a novabor nagyon el volt terjedve, azt itták. Na most jött a filoxéra vész, és az ő számára egyenesen megváltást jelentett a filoxéra vész, mert kipusztult a szakasz szöllők, és a népnek a józanodása bekövetkezett. De nem sokáig, mert aztán ültették a Vörös Szilvát, és abból a híres ősegárdi szilvóriumot azt készítik mind a mai napig, és ez talán még veszedelmesebb a Novabornál is. Mert sokan gyomorrákot kaptak, már kapnak, meg érszűkület, mert levágták a lábukat. Béla bácsi idejében volt küzdelem a alkohol ellen? Hát én egyrészt a saját életem példájával és a gyerekeknek a tanításába én belevittem, hogyne. A konfirmandusok
meg egyáltalában hát a gyülekezet. Nem dörögtem a szószékről, mert annak nincs értelme, de magánbeszélgetésben, meg a gyermekek tanításával belevittem a alkohol ellenes hát, gondolkozást, amennyire lehetett. Csak ez nehéz dolog, ugye? Nehéz dolog, mert ez máig is azt hiszem, bele rögződött az emberekbe, hogy inni kell, mert hát az szükséges. Felüdíti az embert. És az a hársfa, amelyik ott a templom kertben van, az mennyi idős lehet? Hársfák, parokék. Hát az erre nem tudom. Ezek már Gáli Mihály idejében. Ezek körülbelül Gál Mihály idejéből valók. Mert Fabó András az nem volt nem volt ilyen mezőgazdász, meg egyáltalában kertész ember, az tudós ember volt, a szobába élt jobban, nőtlen ember is volt. De Gál Mihály az igen, az nagyon széles látókörű ember volt, és neki tulajdonítom, én ők ültethették ezeket a hársafákat, meg ezeket a gesztenyefákat is. Igen. A templomban mikor került az orgona? Ez még Béla bácsi idejében? Jánoskám, ezek mind pontosan benne vannak a könyvben. Igen. A könyvben pontosan benne vannak, az évszám minden benne. Igen. Igen. Mostani Sohan János kántor volt akkor olyan kis suhansz gyerek, és az segített az orgona javítatónak. Egy német ember volt, aki kerékbe törte a magyar nyelvet. És hát, de azért beszélt mindenfélét magyarul, rosszul. Ennek még, hát majdnem szétpukkadt már a nevetéstől, és egyszer csak, mikor vége lett már a javításnak, akkor leszaladt a templom karzatról, ki ide az utcára, és fogta a hasát, és úgy kacagott azon, amit ez a német ember összefecsegett magyar. Olyanokat mondott. Még emlékszik rám, hogy kérdezd meg Nosohant, hogy beszélt az magyarul. Aha, igen. Hogy mi történt? Igen. Átjött Nőtincsről egy felvidékről származó, de szlovákul nem is tudó magyar igazgató volt Nőtincsen, azt küldték ki, és hát elmagyarázta, hogy hát eddig magyarul ment a tanítás, de most már lehet anyanyelvi oktatás az iskolában szlovák nyelve. És előadta maga dolgát. Hát, hozzászólást kértem, azt mondottam, nem mint gyülekezet lelkipásztora, hanem mint szülő szólok hozzá, mert a Lídia lányom akkor még oda járt iskolába. Mondom, amióta én Ősökárdon lakom, 1932 óta, én mindig úgy tudtam, most is úgy tudom, hogy Ősökárd Ősökárdon két nyelvű lakosság van. A gyermek megtanul tótul, úgy mondtam tótul, és azért is megfeddett engem, nem tótul, hanem szlovákul. Megtanult tótul a szülői házban, a szülőktől, az iskolában megtanul magyarul. És mondom, mind a két nyelvet bírja. De ha most ezt, amit az igazgató úr javasol, hogy csak szlovák oktatást bevezetik, akkor az egyik nyelvet el fogják veszíteni. Ennyit mondtam. Erre feláll, ezen Petrovics Pali volt, felállt, azt mondja, én nekem is ez a vélemény, nem kérünk a szlovák oktatást. Felállt Agárdi Mihály, szúnyog Marinak az ura. Igen. Nekem is ez a vélemény, egyhangulat leszavazták a szlovák oktatást. Egyhangulat. Szóval, hogy teljes szlovák oktatás legyen, hogy magyar tanulják. Igen. Tehát... Hát mint fakultatíve, szóval mint plusz órát tanítják most is, ugye? Szóval igen, hát úgy lehet, csak tanítják. Ők teljesen meg akarták szüntetni. Ezt teljesen meg akarták szüntetni, igen. Na gyerünk! De ez olyan remek volt, kérlek szépen. Na pucoltak innen. De ők nem valami, nem tudom én, túlbuzgó magyar érzésből, egyszerűen a jó zenész alapján. Igen. Hát hogy képzeld el? Nem tudtak volna magyar. Kénytelenek voltak küldeni a gyerekeiket a izébe, tanuljanak magyar szót. Meg ha kimegy a piacra, hát ott kinevették volna, mert nem tud magyarul. Igen. Meg a katonaságnál. A katonaságnál is. Aki nem tud magyarul, kicsúfolják a többiek. Persze. Hát úgy vannak a mi magyar testvéreink is, kérlek, Szlovákiába. Ugyanígy vannak, azok is kénytelenek jól megtanulni. Béla bácsi, ezekre a házakra még emlékszik, itt például itt van a Hajdukék háza. Igen, ez itt volt. Ez itt volt mindig. Ez a harangozó volt? Igen. Mellette szúnyog,
szúnyogék. Voltak különleges harangozói szokások? Nem igen. Harangozási szokások voltak? Hát kérlek szépen, nem mondhatnám, hogy különleges szokások. Éjjeli őr volt a harangoz. Harangoz egyszer, mint éjjeli őr is volt. Egyszer megbüntetett az STK bennünket, mert nem fizettük be az STK-t. Tudnélik, éjjeli őr volt, és ott befizették az STK-t. Én azt hittem, hogy rendben van, hát be van fizetve az STK. És ezzel csak jönnek az ellenőrök, kérlek, és megállapítják, hogy az egyházi harangozói egyházfi hát állás után nincs, nem fizettünk STK-t. Hát mondom, nem, hát mondom, be van fizetve. Ez kevés, azt mondja, ezután is külön kell fizetni. És megbüntettek egy nagy összegre, de aztán megtették azt, hogy bementem a központba, annyit megadtak, hogy részletfizetésbe kifizettük aztán a büntetést. Igen. Úgyhogy mint ő, mint harangozónak is, mint községi éjjeli őrnek is külön STK-t kellett fizetni. Béla bácsit a háborúban mikor vitték el? Engem? 1944. szeptember 11-én vonultam be Miskolcra. És onnan aztán felöltöztettek, és az erdélyi harc hadszintére küldtek. Igen. Hát arról is sokat lehetne regélni. Harctéri élményekről. Mi ez itt? Mi ez? De papiszem. De micsoda sül? Hát ez kérlek, ez össze kellene szedni, ez meg lehetne komposzt trágyának használni, ezt a rengeteg sok falevelet, nem? Igen, hát de nincs, aki foglalkozom vele, nincs rá ideje az embereknek. Hát sok mindennel nem volt nekik ideig. Például fahéja, nem tudták, hogy a fahéja milyen értékes kérdek. Ahol kivágtak fákat, eladták izének bányafának, tudod, és le kellett hántani a fahéjat. Ott volt a rengeteg fahéj, akácfának a fahéja, meg más fának a héja is. És nem tudom. Én aztán összeszedtem kocsira, kérlek, ide behoztuk, és olyan kitűnő, gyors tüzelőanyag volt, úgy égett az, kérlek szépen, mint a kőszén, úgy, olyan nagyszerű. És attól kezdve aztán ők is szedték, összeszedték a fahéjat. Igen. Most is, ezek már akkor megvoltak, kérlek. Ennek a pufa? Ah, ugyanez, ugyanez. Na, hát, nagyon magasan van a lombja. Amott is van egy parókja másik oldalán. Ezek már rég idő óta megvannak, ugye? Igen, igen. Itt volt egy másik is, de ezt kivágták valami oknál fogva. Ez is egy... Hősök? Ezeket a hősöket megünnepelték itt évenként? Itt láttam azokat. Hát egy ideig igen, aztán később már nem. Később már nem. Mert el is feledésbe is mentek a nevek, meg a családok ki is haltak, el is költöztek. Szóval ez itt egy kapu. Igen. És itt nem. Hogy tetszett készülgetni a szolgálatokra? Itt a kertben volt a prédikációra való készülés? Hát kérlek, mikor én az ige hirdetésre a szlovák nyelvűre készültem, ott volt egy hárfa, hármas hárfa, három ága volt neki, most már nincs ott a... Ottan, onnan egy út vezetett, a kerítésig, ott járkáltam, járkálat tanultam. A szlovákra nagyobb hangsúlyt kellett tenni, ugye? Hát igen, az kemény munka volt, különösen először. Hány szlovák prédikáció volt hetente? Szlovák? Egy. Minden második vasárnap csak. Na de elég volt az. Tehát ő nekem kellett megírni. Aki tőzsgye kereszt magyar ember vagyok, ugye? Nekem akkor kellett szűnt meg ez a... Hát szolgál. Akkor szűnt meg, amikor kérlek bevezették azt, hogy elveszik a lelkésztől a földeket. És magamnak kell dolgozni kéne a mezőn. Azt mondottam, kérem szépen, ez olyan
feladatot jelent, hogy nem tudom a szlovák nyelvi. Egyelőre felfüggesztem a szlovák nyelvi ígéretet, és nem szólt senki semmit. Be kellett látnia. És ki ez a kislány? Gyere csak adjál pocsit. Ki vagy te, hogy hívnak? Győri Eszter. Tessék? Győri Eszter. Győri Eszter. Ja, te vagy Esztikát, ti már visszajöttetek? Igen. Igen, autóbusszal. Iskolába. Igen. És hogy volt ez Béla bácsi, hogy Béla bácsiktól elvették a földet? Várjál csak, mit is csináltak? Szóval megrövidítették a lelkészi fizetést. Ja, igen, igen. Azt hiszem, hogy a pár, megszűnt a párbér, vagy szóval elég az hozzá, hogy nagyon lecsökkent a lelkészi fizetés, és a lelkésznek dolgozni kellett. És igen, akkor azt mondtam, hogy ez olyan feladatot jelent, hogy nem tudom a szlovák nyelvű ígéreteket tovább vállalni. És aztán abban is hagytam, azt mondom, egyelőre. De aztán nem kívántak tovább egyáltalán. A fiatalok meg pláne nem kívánták, úgyhogy össze szép el is maradt. De a tranzisziós éneklés minden másik vasárnap megmaradt.